Lé Marietta vezeti a kétfarkú kutyapárt európai parlamenti listáját. A közvéleménykutatások szerint a párt jól áll, így össze is jöhet nekik a brüsszeli mandátum. Kérdés, hogy uniós szinten milyen politikát képviselnek majd, milyen ügyek mentén képzelik el az európai politizálást. Lé Mariettával beszélgetünk. Egy kipróbált passzivista, igaz? Így van. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Már a 19-es kampányban is passzivista volt, ha jól így tudom. Így van. Voltam négy színfestésen, szavazatszámlálni, mindenfélét. Urbanista. Igen. Egy urbanista az Európai Unióval mit tud kezdeni? Én azt gondolom, hogy az Európai Uniónak nagyon sok feladata van a városokkal is, főleg mondjuk klímaadaptáció tekintetében, tehát hogy a városok a legsérülékenyebbek ebben a témában. Én nekem ez egy ilyen nagyon izgalmas terület most, hogy az Európai Parlamentben is kipróbálhatom magam majd, úgyhogy nagyon várom, úgyhogy urbanistaként is abszolút van tennivaló. Várjon, ez kijelentő mód volt. Hát én nagyon bizakodó vagyok. Vannak érdekes számok. Tegnap itt volt az Iránytű Intézettől Pék Szabolcs, és ismertetett velünk egészen friss kutatási adatokat, múlt hetieket. Ott a népesség, a teljes népesség körében 7% fölött van valamivel a kutyapárt, és hát a biztos pártválasztóknál most itt a Novák Katalin féle kegyelmi döntés cirkusza közepette felugrott 14%-ra, ami hát egészen elképesztő ugrás. Azt mondja a szakértő, hogy rengetegen mentek hirtelen önökhöz, akik kiábrándultak magából a politikából. Erre rá lehet ugrani? Ez egy megragadható motívum? Én azt gondolom, hogy abszolút megragadható, például engem is ez hozott közel ehhez a párthoz, mert én is olyan embernek tartom magam, aki hagyományos politikából abszolút kiábrándult. És mit talált a kutyapártban? Leginkább a cselekvés központúságot, tehát azt, hogy közvetlen cselekvéssel, úgymond csinálással foglalkozunk az ügyekkel, tegyünk azért, hogy a problémák megoldódjanak. Ugye van a kutyapártnak egy rendkívüli ügyek minisztériuma nevű kezdeményezése, ahol különféle kátyukra, meg utcai hibákra hívják fel a figyelmet, szóval ez a típusú ilyen nagyon erősen rámutató, kritizáló magatartás az, ami szerintem sok embernek, köztük nekem is vonzó. Nem félti ezt a közösséget attól, hogy komolyra fordult a dolog? Én amikor az elnökükkel beszélgettem, akkor azért láttam rajta, hogy ez számára nem feltétlenül annyira öröm, mint amennyire egy pártelnöknél gondolná valaki, mert ez egy nyomás is egyúttal. Igen, ez egy nyomás is, de azt gondolom, hogy ezt az arculatát a kutyapártnak nem szabad elveszítenie, és én is próbálok könnyedebb lenni, lehet, hogy most nem látszik, de lelkemre van kötve, hogy mosolyogjak sokat, és amennyire hát lehet vicceljek, de a viccet félretéve persze amúgy komolyságot is magunkra kell öltenünk. Például egyébként mielőtt idejöttem, indítottuk el a közösségi programírás oldalát a kutyapártnak, ebb gondolat névem. És a közösségi programírásban mit várnak az emberektől? Azt várjuk, hogy jelentkezzenek ebbe a folyamatba, és azt jelenti, hogy kis csoportokban, több városban, Magyarországon majd lehet arról beszélgetni, hogy mit vegyen fel a kutyapárt az Európai Parlamenti programjába, tehát ezt így közösen a kutyapárt szimpatizásaival határozzuk meg. Ez egy érdekes helyzet, mert ugye van egy képe arról, hogy mit szeretne csinálni, előbb mondta is, hát urbanistaként mi a sudát csinálna, a városokkal foglalkozna. A második helyen Törlei Katalin szerepel, ő pedagógus, ugye a Tanítanék Mozgalom arca és alapja és pillére, ő az egyik elbocsájtotta a Kölcsei Gimnáziumból elbocsájtott tanárok közül, ő nyilván az oktatás ügyel foglalkozna, és hát ahogy elmondta, a magyar oktatással foglalkozna az Európai Unióban is. Ehhez mit tudnak hozzátenni az emberek? Szerintem az a fontos, hogy a prioritásokat határozzuk meg, tehát vannak a kutyapártnak amúgy is témái, például pont az említett Kovács Gergely kapcsán, ugye az antikorrupció is egy olyan téma, amit a kutyapárt a komoly témák közül már felvett a palettájára, és az oktatás is olyan, amit mi szeretnénk fölvenni, és egyébként egyetlen pártként Magyarországon egy civil mozgalmat támogatunk azzal, hogy a második helyre őket tettük, és szeretnénk, hogyha az Európai Parlamentben a magyar oktatás minőségének a javulásáért ott lennének, és ott is megteremtenék erről a párbeszédet. Önök keresték a Tanítanék Mozgalmat, vagy tőlük jött a hívás, hogy csatlakoznánk? Én úgy tudom, hogy tőlük jött a megkeresés. Ez így egy fokkal jobb egy pártnak nyilván, mint hogy halászni a civileket. De más civilek jöhetnek-e még?
Előfordulhat, erről még nem volt szó, nem is volt még ilyen megkeresésünk, de abszolút egy ilyen civil, meg mozgalmi működésű párt vagyunk, tehát ez egy érdekes kérdés nyit ki. Nem, már megvan a teljes listánk. Ki a harmadik? Juhász Veronika a második kerületből. És mi van, hogyha, most persze megnő az étvágy, de hát ilyen számokkal dobálózunk, mint amit az előbb mondtam, mi van, ha ő is megy? Az egy másik helyzet megint. Ő is szeretne menni Brüsszelbe, ezt már le is nyilatkozta a nyilvánosság előtt is. Ha a kutyapárt kénytelen programot írni, akkor az kénytelen végrehajtani is. Ez megint egy kicsikét más helyzet, mert ugye egy ilyet látunk például az elnök úrtól, ő a kerület, második kerületben, második? 12. kerületben elég sok mindent tett, például a feloszlatott bizottságot, aminek az elnöke volt, ez az sokaknak nem tetszett. De hát az egy másik helyzet, amikor van egy kész program, és akkor számon kérhető, hogy ez már nem csak arról szól, hogy festettétek a járdát, ez már arról is szól, hogy közpolitikai vállalásaitok voltak. Hát hála Istennek, vagy nem tudom, de hogy ez erre van, mit stáb, mondjuk, mert van erről ember? Szól a párt egyébként, tehát hogy azt, hogy kérjük számon azokat, akik közhatalmat gyakorolnak, akik közpénzből nem végzik megfelelően a munkájukat, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez a kutyapártra ugyanúgy érvényes. Csapatot építenek ehhez? Én igazából e körül forgok, hogy ez most egy komolyodási folyamat, egy nagyon, nagyon gyorsuló komolyodási folyamat egy pártnál, amelyik baráti társaságként működött leginkább talán. És ehhez nyilván szakértők kellenek, nyilván komoly csapat kell. Azért az elmúlt években nagyon sokat fejlődött ez a párt, és nagyon sokat professzionalizálódott is olyan szempontból, hogy nem csak baráti társaságokról beszélünk, hanem tényleg szervezett eseményekről, olvasókörtől kezdve, népfőiskolán át, adománygyűjtésen keresztül nagyon sokféle dolgot csináltunk. Ott van például a Rósáné Katéka is, ami a népi közpénztékozló alap, ami a kampánytámogatásokat osztja vissza a civil közösségeknek Magyarországon. Hát erről most az ÁSZ vizsgálat meg is emlékezett, hogy ezt nem is olyan értették, hogy ez hogy van, és lehet, hogy ezzel foglalkoznia kellene a törvényhozásnak. Erről mit mond? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó és rendkívül kreatív megoldása annak, hogy a közpénzek visszamenjenek azokhoz, akiktől vannak, és valóban hasznos, a hétköznapi életet jobbá tevő projektekre menjenek el. Hogy fognak kampányolni? Milyen lesz az európai parlamenti kampányuk? Megtervezték? Meg első körben ezt a programírást hirdetjük meg, március 3-áig lehet majd jelentkezni, és utána a március 16 és 17-én lesznek az ülések, ahol ezekben a beszélgetésekben azt várjuk majd, hogy tényleg a prioritásokat segítsenek nekünk a jelentkezők meghatározni, úgyhogy mindenképpen várjuk a jelentkezéseket. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt komolyodásáról beszélgettünk. Szerintem erről fontos, mert nagyon sokan még mindig egy legyintéssel intézik el, a politikusok egy része is nyilván, aztán majd meglátjuk, hogy lehet-e legyinteni. Réh Marietta, az EP lista vezető. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mindjárt jön a híradó után megjön az egyenes beszéd. Én maradok, remélem önök is, és akkor találkozunk újra.